Határozd meg az A, B, C és D értékét. 36-ban 5x4. Ugye először a zárójellel kezdjük, hogy 5x4 az 20, utána pedig 36-ban a 20, ezt megnézzük, hogy mennyi lesz. Az ugye megvan egyszer, maradék már 16. Kitesszük a tizedes veszőt, itt pótoljuk egy nullával, 160-ban a 20 pedig megvan 8-szor, maradék van 0. Tehát az A értéke 1,8 tized lesz. B 24 és 9 legkisebb közös többszöröse. Úgy tudjuk meg ezt legegyszerűbben, hogy a 24-et is és a 9-et is felbontjuk pintényezős felbontással. 24, ben a 2 az megvan ugye 12-ször, 12-ben a 2 megvan 6-szor, 6-ban a 2 megvan 3-szor, 3-ban a 3 megvan 1-szer, jön a 9-es, 9-ben a 3 megvan 3-szor, 3-ban a 3 megvan 1-szer, 24 akkor, ha felírjuk, szorzatként lesz nekünk 2 a harmadikon, szor 3, a 9 pedig lesz nekünk 3 a másodikon. És nekünk ugye a legkisebb közös többszörösre van szükségünk, akkor kell nekünk a 2 a harmadikon és a 3 a másodikon. 2 a harmadikon, szor 3 a másodikon, 2 a harmadikon az 8 lesz, 3 a másodikon 9, és 8-szor 9 az 72. Jön a C, hogy C-nek a kétharmada 32. Van egy olyan kis szabályszerűség, amit könnyebb megegyezni, hogy valaminek a valahanyad része, akkor megszorozzuk valahanyaddal egy törttel, itt ugye kétharmaddal, az egyenlő lesz valamivel, vagyis 32-vel. Akkor ugye elosztjuk kétharmaddal. Tudjuk azt, hogy ugye törttel úgy osztunk, hogy a reciprokával szorzunk, tehát 32-ben a 2 harmad, akkor ugye mi fogunk szorozni a reciprokával, akkor a 2 harmadot meg fogjuk ugye fordítani, 32 szorozva 3 ketteddel, 32 szorozva 3-mal az 96, alul marad a 2-es, és az egyenlő 48-al, ha 96-ban a 2-t kiszámoljuk. Jön a D, 2 harmadból 2 ötöd. Ugye, ha törtekkel akarunk összeadást vagy kivonást végezni, közös nevezőre hozásra szükségünk lesz, hogyha nem egyeznek meg a közös nevezőben a számaink. Itt, hogyha megnézzük, a 3-asnak és az 5-ösnek kellene egy közös nevező, akkor azt úgy tudjuk legegyszerűbben megkapni, hogy 3x5, az ugye 15, tehát 15 lesz nekik a közös nevezőjük. 15-ben a 3 az megvan 5-ször, 5-ször 2 az 10, 15-ben az 5 megvan 3-ször, 3-ször 2 az 6, 10-ből 6, az pedig ugye 4 lesz, alul marad a 15. És akkor 4/15 lesz az eredménye. Tedd igazá az alábbi egyenlőségeket a hiányzó mérőszámok beírásával. 15.000 gram meg 3 kg az egyenlő valamennyi kilogrammal. Ilyenkor ugye át kellene váltanunk ezt a grammot kilogramba. Akkor az első az, hogy megnézzük, hogy a gram és a kilogram között mennyi is a váltó számunk, ugye az 1000 lesz, vagyis ugye 3 nullát innen akkor le tudunk húzni, és akkor ez nekünk lesz 15 kg. 15 kg-hoz hozzáadunk 3 kg-ot, az akkor ugye 18 kg lesz. 1700 köbcentiméter, meg valamennyi köbdeciméter, az egyenlő 4700 köbcentiméterrel. A kicsi hármasok súghatnak, hogy 1000 a váltószám, vagyis ugye mindig 3 nulla van a váltószámunkban. Akkor ha például itt lenne egy tizedes veszünk, ugye 3-at kellene visszamennünk, mert osztanunk kellene 1000-re, akkor ugye 1, 2, 3, akkor itt lenne nekünk 1,7 tized
köbdeciméter, itt pedig ugyanezt eljátszva 4,7 köbdeciméter lenne. És akkor 4,7-ből kivonjuk az 1,7-et, az pedig kereken 3 egész lenne, 3 köbdeciméter. 2,5 méterből 130 mm, az valamennyi milliméter és valamennyi centiméter. Ezt a métert nekünk át kellene váltanunk milliméterben, és tudjuk azt, hogy a méter és a milliméter között 1000 a váltószám, tehát akkor a 2,5 méterből 2500 milliméter lesz. Ha kivonjuk a 2500-ból a 130-at, akkor 2370-et kapunk, és ez annyi milliméter lesz. Aztán át kell még váltanunk ugye centiméterbe, és tudjuk, hogy a milliméter és a centiméter között 10 a váltószám, tehát lehúznánk egy nullát, és 237 maradna. Az alábbi ábra 10 négyzetből áll, 5 négyzetbe kell x-et írnod. A számok azt jelzik, hogy hány ezekkel a négyzetekkel szomszédos négyzetbe kell x-et írnod. Két négyzet szomszédos, ha van közös oldaluk vagy csúcsuk. A számokat tartalmazó négyzetbe nem kerülhet x, tehát itt mutatja akkor nekünk, ugye, hogy ahol vannak a számok, oda nem tehetünk x-et. Egy ilyen lehetséges elrendezést mutat az alábbi ábra, tehát megmutatja, hogy hogy lehetne például elhelyezni ezeket az x-eket. A feladatunk az, hogy keresd meg a megadott példától különböző összes lehetséges elrendezést. Ugye, ami nagyon fontos nekünk, hogy a feladatból ugye értelmezzük, hogy mondja itt, hogy 5 négyzetbe kell x-et írnunk, vagyis 5 darab x-et kell írnunk mindig. Fontos az is, hogy ugye megfelelő legyen az, hogy hova írjuk azokat az x-eket. Tehát ahogy mondja is, hogy a négyzetekkel szomszédos négyzetbe. Ugye, hogy a számok jelzik azt, hogy hova kell ezeket írnunk. Na nézzük, hogy milyen lehetőségeink lehetnek. Tehetünk például ide egy x-et, ide, ide, ide és ide. Tehetünk például ide, 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 ide és ide. De tehetünk úgy is, hogy ide, 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 ide és ide. De lehet olyan is, hogy ide teszünk, ide, ide és ide. És akkor lehet ilyen. Ja. És ha minden jól megy, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, itt is megvan az 5, és itt is az x, és többet nem is tudunk már több lehetőséget felé, csak ezt az 5-öt. Egy vasút modell két mozdonya, A és B, két egymással párhuzamosan lerakott sínen mozgott, előre és hátra. A két mozdony mozgását az alábbi grafikonon ábrázoltuk. Van nekünk egy y-tengelyünk, ahol a távolság az indulási helytől deciméterben kifejezve, és van egy x-tengelyünk, ahol pedig az idő van másodpercben kifejezve. Ugye az átkérdésünk az az, hogy hány alkalommal haladtak el egymás mellett a mozdonyok, ha az A mozdony elindulását nem tekintjük annak. Ugye az a lényeg itt, hogy akkor haladnak el egymás mellett, hogyha metszik egymást, tehát találkozik egymáson, átmegy ez a kettő kis egyenesünk a grafikonon. Hát akkor nézzük. Ugye egyszer van itt, egyszer van itt, és egyszer van ugye itt. Tehát akkor ez 3 alkalom. Hány másodpercig állt a B mozdony az ábrázolt időszak alatt? Ugye azt, hogy állni fog ez a B mozdony, ezt onnan tudjuk, hogy mindig ilyen vízszintesen van. Tehát nem megy se fel, se le, semmit nem látunk, csak azt, hogy egyenesen vízszintesen van. Ugye az akkor van itt nekünk, és itt nekünk, és több pedig nincsen. De akkor most már az a feladat, hogy megnézzük, hogy ez hány másodpercet is jelent. Hát akkor nézzük meg, hogy egy ilyen kicsike kis négyzet mennyit ér. Tehát itt van a nulla, itt az 5, akkor megnézzük, hogy 1, 2, 3, 4, 5 kis négyzet van, akkor az azt jelenti, hogy egy négyzet az egy másodperc. Itt akkor van nekünk 1, 2, akkor ez 2 másodperc, és van nekünk itt is 2, ez is 2 másodperc, 2 meg 2, akkor 4 másodperc lesz.
Hány deciméter utat futott be összesen az álmozdony az ábrázolt időszak alatt? Akkor nézzük ezt az át, és elkezdjük számolgatni ugye ezeket a szép kis kockákat, hogy mennyit is ment. Ugye itt a négyzeteinket, hogyha nézzük, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tehát itt 10 decimétert tett meg. Itt ugye egy négyzetünk van, akkor egy, itt áll, itt ezt nem számoljuk bele, aztán jön itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itt megint áll, őt nem számoljuk, aztán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és itt pedig egy. És ha ezeket összeadjuk, megkapjuk, hogy hány deciméter utat tett meg. Ugye 10, meg 11, meg 7, 18, meg 8, 26, meg 1, az 27. Hány másodpercig közeledett az indulási ponthoz az álmozdony? Az, hogy közeledés, az azt jelenthetné itt például, hogy az induláshoz, hogy ugye lefelé halad. Mert az indulás az ugye itt volt. Hát akkor nézzük. Itt van nekünk ugye egy, vagyis ugye itt egy másodperc. Utána itt van ugye egy, ha megnézzük, ugye ez volt itt egy másodperc. Utána innentől idáig is ugye lefele jön, akkor 1, 2, 3, ez 3 másodperc, és még itt is van nekünk 1 másodpercünk. És akkor 1, meg 3, 4, meg 1, az 5. Az alábbi ábrán vázolt ABCD négyszög AD oldalán lévő P pont úgy helyezkedik el, hogy a CP szakasz felezi a C csúcsnál lévő szöget, valamint a CD egyenlő CP-vel és PB egyenlő AB-vel. Az ábrán megadtuk két szög nagyságát, az ábra csak tájékoztató jellegű vázlat, nem pontos méretű. Akkor az első az az, hogy megnézzük, hogy mit ismerünk ebből az ábrából. Itt van nekünk egy 73 fokos szögünk, itt egy 38 fokos, a többit meg nem ismerjük, tehát nekünk kell kiszámolni. Na de milyen segítséget adott a feladat? A CD, tehát ez, meg a CP, tehát ez, ezek egyenlőek. Akkor, hogyha egyenlőek az oldalai ennek, tehát a szárai, akkor egy egyenlő szárú háromszöget kapunk. Az egyenlő szárú háromszögről viszont megtanultuk, hogy az alapon fekvő szögek egyformák, egyenlő nagyságúak. Tehát, ha itt van 73 fok, akkor itt is lesz nekünk 73 fok. De akkor ki tudjuk számolni, hogy ebben a háromszögben itt a szárszögünk az mennyi is lesz. Tehát a 73-at meg a 73-at, ha összeadjuk, az ugye 146 lesz, és mi megtanultuk már, hogy a háromszög belső szögeinek az összege a 180 fok, tehát akkor a 180-ból kivonjuk a már meglévő 146-ot, és akkor megkapjuk azt, hogy itt ez 34 fokos. De látjuk, hogy a gamma 2-ed az itt is itt van, tehát ő is 34 fok. Akkor már megint ki tudunk számolni egy következő háromszöget, ahol van egy 34 fokunk, meg egy 38 fok. Az lesz nekünk 72 fok. Ugyanúgy a 180-ból kivonjuk a 72-t. A 108 lesz, tehát megkapjuk, hogy itt 108 fok lesz ő. Na de akkor valahogy tovább kellene haladnunk. Nézzük a szöveget. A PB és az AB is egyenlő nagyságú, akkor itt is ugyanúgy egy egyenlő szárú háromszöget fogunk kapni, és az alfával, ugye ez a másik alapon fekvő szög egyenlő nagyságú lesz. Na de hogy számoljuk ki ezt? Ugye úgy, hogy itt egy egyenes szöget fogunk ugye kapni, és azt pedig úgy tudjuk meg, hogy mi marad itt nekünk, hogy a 73-at meg a 38-at összeadjuk, az 111 lesz, és a 180-ból pedig kivonjuk a 111-et, ami pedig 69 lesz. És akkor ide nekünk 69 fok jön, akkor itt is 69 lesz,
és már ki tudjuk akkor számolni, hogy itt a maradék kis szögünk az mekkora, hogy ugye 69-et meg a 69-et összeadjuk, az 138, 180-ból kivonjuk a 138-at, az pedig 42. És akkor megkapjuk, hogy ez itt 42 lesz. Nézzük akkor a kérdéseket. Mekkora a CDP háromszögben a P-csúcsnál lévő delta szög nagysága, az ugye 73 fok. Mekkora az ABP háromszögben az A-csúcsnál lévő alfa szög nagysága, az 69 fok. Mekkora az ABCD négyszögben a C-csúcsnál lévő gamma szög nagysága. Na itt ugye nekünk a gamma az ugye így fog felépülni, hogy 34 meg 34, ami 68 fok. Mekkora az ABCD négyszögben a B-csúcsnál lévő béta szög nagysága, na ő pontosan ugyanolyan lesz, hogy itt is kettő szögből kell nekünk ezt kiszámolni, egy 108 fokból és az 42-ből, tehát 108 meg 42, az 150. Tigi az első fél évben összesen 15 érdemjegyet szerzett matematikából. Az érdemjegyek közül 4 darab 3-as volt, a többi 4-es vagy 5-ös. Tibi 15 érdemjegyének átlaga 4,2 tized le. Hány 5-öst kapott Tibi matematikából az első fél évben? Hát akkor próbáljuk kigyűjteni az adatokat. Mi a fontos? 15 érdemjegyet szerzett, vannak 4-esek, 3-asok és 5-ösök. És a 15 jegynek az átlaga az 4,2 tized le. Ugye itt nagyon fontos azt átgondolnunk, hogy egy átlagot hogy számolunk ki. Ugye vannak a jegyeink, ami mindig úgy tömődik össze, hogy van egy érdemjegy, és az, annak ugye darabszáma is van. Például, ha van 5 darab 5-ösöd, akkor ugye 5x5, vagyis 25 lenne, tehát ezt az érdemjegyet mindig megszorozzuk a darabszámmal. Ezt ugye elosztjuk a legvégén, hogy összesen hány darab jegyünk volt, és úgy megkapjuk ugye az átlagot. De akkor nézzük, hogy hogy is kezdhetnénk neki. Tehát milyen jegyeink vannak? 5-ösök, 4-esek és 3-asok. Ugye a feladat az azt kérdezi, hogy hány 5-öst kapott, akkor ő az X. Vannak 4-eseink is. Összesen 15 jegyünk van. Ebből vannak X-ek, ugye amik 5-ösök, tehát ezt kivonjuk, de ez még így nem lesz nekünk jó, mert a feladat elmondta, hogy vannak 3-osok is, és pontosan tudjuk, hogy 4 darab 3-as van, tehát még őt is kivonjuk. És vannak ugye a 3-asok, és ezt pedig tudjuk, hogy az 4 darab. Akkor ahogy az elején is említettem már, ugye mindig úgy tudjuk megkapni, ha például azt mondja, hogy van nekünk 3 darab 4-esünk, az 3x4 12-t fog érni, tehát ez alapján meg kellene ezt néznünk akkor, hogy az érdemjegyeket mindig megszorozzuk ugye a darabszámmal. Ugye az 5-ösből van x darab, akkor az 5x, 4-esből van ugye 15-ből x-ből 4, hát itt egy kicsit egyszerűbb alakra hozhatjuk, hogy 15-ből 4 az 11-ből x. És hogyha ugyanígy megnézzük neki is a érdemjegyszer darabszámát, akkor az 4-szer zárójelben 11-ből x. A 3-asnál pedig ugye 3x4. És akkor ezeket összeadjuk, aztán megkapjuk ugye a jegyeinek igazából először is csak még azt, hogy mennyi is az összege. Tehát 5x meg 4-szer zárójelbe 11-ből x meg 12. Ugye 5x meg, ugye úgy kell felbontani a zárójelet, hogy a 4-el beszorozzuk a 11-et is, és az x-et is. 4-szer 11 az 44-ből, 4-szer x az 4x, meg 12. És akkor össze is lehet vonnunk, és azt kapjuk meg, hogy itt van nekünk 5x-ből 4x az 1x, van nekünk 44 meg 12, az pedig 56. Akkor ennél, ugye, ha megvan nekünk az, hogy mennyi már a jegyeinknek az összege,
Tehát ez akkor x meg 56. Ezt ugye elosztjuk a darabszámmal, amit a feladat elmond nekünk, hogy egy 15 érdemérje van, 15-tel osztjuk. És ez egyenlő lesz az átlaggal, amit pedig itt látunk, hogy az 4,2 tized lett. Akkor először beszorzunk 15-tel, hogy x meg 56 egyenlő. Kiszámoljuk, hogy 4,2 szorozva 15-tel, 1x2, 2, 2, 1x4, 4, 5x2, 10, marad az 1, 4x5, 20, meg 1, az 21, összeadjuk, 0, 2 meg 1, az 3, 4 meg 2, az ugye 6 lesz, itt leválasztunk egy tizedes vesszőt, egy tizedes egyet, tizedes vesszővel, és akkor 63-at kapunk. Kivonunk 56-ot, és az x egyenlő 63-ból 56, az pedig 7 lesz. Megnézzük ilyenkor, hogy akkor mi volt nekünk az x, ugye az ötösök száma, és ugye mi volt a kérdés, hogy hány ötöst kapott, tehát 7 ötöst. Minden kérdés után karikázd be az egyetlen helyes válasz betűjelét. Hány nullára végződik az 1-szer, 2-szer, 3-szer, 4-szer, 5-szer, 6-szer, 7-szer, 8-szer, 9-szer, 10-szer, 11-szer, 12. Ilyenkor ugye a legegyszerűbb az, hogy tényleg összeszorozzátok ezeket a számokat és megnézitek. Ennek, hogyha összeszorozzátok, az lenne az eredménye, hogy 479.000.600. És akkor látjátok azt, hogy két nullára végződik, tehát akkor a B a jó megoldás. Melyik az a legnagyobb szám az alábbiak közül, amivel a 7428 osztható? Hát itt ugye kétféleképpen lehet haladni. Az egyik azt, hogy az oszthatósági szabályok alapján megpróbáljátok ellenőrizni ezt, viszont szerintem egy stressz helyzetben nem biztos, hogy ez itt mindenkinek eszében, ezért igazából ugye eloszthatjátok simán is a számokat. Viszont oda kell figyelni, hogy az, hogy melyik az a legnagyobb szám, akkor biztos, hogy valami nagyobb lesz. Ha csak elindulnánk az elsőtől, a négyestől, el lehet ugye osztani azt is, hogy 7428 van a négy, de tanultatok egy négyes oszthatósági szabályt, hogyha ugye az utolsó két szám egy osztható négye, akkor az egész szám is osztható lesz. Itt a 28 az osztható négyel, tehát akkor a számunk is az lesz, tehát ő már tutira jó lenne. De még ugye elég kicsike, mert a legnagyobb számot keressük. Akkor nézzük meg. Induljunk hátulról. Például 7428 van a 24. 74-ben a 24 az megvan háromszor, maradék a 2, 22-ben a 24 meg van 0 szor, maradék a 22, lehozzuk a 8-at, 228-ban a 24, ez meg van 9-szer, maradék a 12, kiteszük a tizedes vesződ, jön egy 0, 120-ban pedig 5-ször van meg, tehát ez nem egész szám lesz, tehát biztos, hogy a D nem lehet. Jön a 12-es. 7428 van a 12. Ugye 74-re megvan nekünk 6-szor, maradék a 2, 22-ben megvan 1-szer, maradék a 10, 108-ban pedig megvan 9-szer, és maradék a 0. Látjuk, hogy ezzel osztható, tehát igazából akkor nem is kell tovább számolnunk, mert ő a következő legnagyobb. Hány százalék az 50-nek a 75? Ugye ilyenkor ugye legegyszerűbb számolni, ugye egy töltet írunk fel, alul van az alapunk, fölül van az értékünk, és megszorozzuk 100-zal. Ugye a törtben a törtvonal az osztást jelent, tehát érték osztva alappal szorozva 100-zal. Nekünk a feladatunkban az 50-nek, ugye ő az alap. Az alapnál az is tud segíteni, ha benne van a naknek, akkor ez általában ugye rögtön megmondja, hogy az lesz az alapunk, és a 75 meg az értékünk. Tehát akkor ez úgy néz neki, hogy 75 osztva 50-nel szorozva 100-zal. Akkor 75-ben az 50
az ugye megvan egyszer, maradék a 25. Kitesszük a tizedes vesszőt, jön egy 0, 250-ben az 50 megvan 5-ször, maradék a 0, az 1,5, és ha megszorozzuk 100-zal, akkor az 150 lesz, és ilyen megoldásunk van is. Hány hegyesszöge lehet legfeljebb egy konvex négyszögnek? Ugye tanultuk, hogy háromszögeknél 180 fok a belső szögeknek az összege, a négyszögeknél pedig ugye 360. Akkor el kell kezdeni gondolkodni. Ha lenne nekünk négy hegyesszögünk, hegyesszög ugye nullánál nagyobb és 90 foknál kisebb, például ha azt néznénk, hogy lenne 80 fokos szögünk négy, az ugye 320 fok lenne, tehát az nem lenne jó még a 360-hoz, tehát akkor ki van zárva, viszont a 3-nál már jó lenne, mert ott ugye még lehetne nekünk ugye pluszban egy olyan szögünk is, ami még segítene abban, hogy legyen nekünk tényleg 360 fokunk, ami kiegészíteni. Írd be a táblázatba a hiányzó számokat, írd le a számolás menetét is. Megadja ugye itt az x értéket, y értéket és egy algebrai kifejezést, amiben be kell helyettesítenünk. Az A-nál megadja, hogy az x 4-et ér, y 5-öt. Akkor behelyettesítünk, ugye 2x-ből 3y. 2x 4-ből 3x 5. 2x 4 az 8, ból 3x 5 az 15, 8-ból 15 az mínusz 7. B. 2x 9. Ből 3y, az egyenlő 0. De ez egy kicsikét már hosszabb, egy egyenlet megoldás. Ugye hozzáadunk 3y-t, 9x2 az 18, egyenlő 3y-nal, osztunk ugye 3-mal, és akkor 18-ban a 3 az lesz nekünk 6-tal, és az lesz egyenlő az y-unkkal. Jön a C. Ott ugye a C nekünk megadja az y értéket, meg az algebrai kifejezés értékét, de az x-et nem ismerjük. Tehát akkor 2x ből 3x mínusz 6 az egyenlő lesz 8-al. 2x mínusz 3x mínusz 6, ugye mínusszal mínusz az plusz lett, 3x6 az 18, egyenlő ugye 8-at, kivonunk belőle 18-at, az lesz 2x, egyenlő 8-ból 18, az ugye mínusz 10, osztunk 2-vel, és x egyenlő mínusz 5 lesz. Tehát akkor megkaptuk az x-re is az értéket. Jön a 9-es feladat. 9 darab egybevágó kockából ragasztottuk össze a zárdán látható testet. Két szomszédos kocka egy-egy teljes lapjával van összeragasztva. Minden kocka élhossza 3 cm, a zárba csak tájékoztató jellegű vázlat, nem pontos méretű. Hány négyzetcenti a zárdán látható test felszíne? Ha felszínt akarunk számolni, az a legegyszerűbb, hogyha mindig megnézzük egy lapnak, vagyis egy ilyen kis négyzetünknek a területét. És ugye ismerjük azt, hogy a négyzetünknek ugye ugyanolyan oldalai vannak ugyanakkorák, akkor a területe az ugye A-szor A lenne. Mit tudunk a mi kis lapjainkról itt? Ugye azt mondja, hogy a kocka élhossza 3 centi, tehát akkor mindenhol ugye 3 centi lenne. És akkor a területét egy lapjának ki tudjuk számolni, ugye 3x3 az 9 négyzetcenti. Na de a felszínéhez meg kellene ugye számolnunk azt, hogy összesen hány ilyen lapunk van, és utána meg lesz akkor, hogy az egész testünknek mekkora lesz a felszíne. Na akkor nézzük. Előről van nekünk ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab lapunk. Hátul ugye ugyanennyi,
Aztán jöhet például az nekünk, hogy bal oldalon 1, 2, 3. Viszont vigyázni kell, mert van itt egy ilyen kis elrejtett kis oldal, amit nem látnánk, csak hogyha bal oldalról néznénk. Tehát 4. Akkor jöhet nekünk alulról ugye 1, 2, 3, 4, 5. Akkor jöhet nekünk felül. Felül van nekünk 1, 2, 3, 4, 5. És még kimaradt nekünk a jobb oldalunk. Ott pedig ugye 1, 2, 3, 4. És hogyha ezeket összeadjuk, akkor tudjuk meg, hogy összesen van nekünk 36 darab lapunk. Tudjuk, hogy egy lap az 9 négyzetcenti, és akkor a 36 lapnak ugye 36x9 lenne, 6x9 54, marad az 5, 9, 3, 27, meg 5, az 32. Tehát akkor megkaptuk azt, hogy 324 négyzetcenti lesz. És az utolsó feladat. A Városi Labdarúgó Klub toborzót rendezett, amelyre előzetesen kellett jelentkezni. Az előzetesen jelentkezők 1/15 része nem jelent meg a toborzón. A megjelentek 1/5 része teljesítette a fizikai felmérés követelményeit. A többiektől elbúcsúztak az edzők. A fizikai felmérést eredményesen teljesítőknek labdás gyakorlatokat kellett végezniük, amelyeket 40%-uk teljesített hibátlanul, őket leigazolta a klub. A Városi Labdarúgó Klubnak 28 új igazolt játékosa lett. Hányan jelentkeztek előzetesen a toborzóra? Na akkor hát ez ugye egy eléggé hosszú szöveges feladat, ami bezavaró tud lenni, de szépen nyugodtan neki kell állni. Mit kérdez a feladat? Azt, hogy hányan jelentkeztek előzetesen? Tehát akkor a jelentkezők lesznek az X-ek, mert őket nem tudjuk. Aztán azt mondja, hogy az előzetesen a jelentkezők 1/15 része nem jelent meg. Akkor ugye nem jelent meg, ugye 1/15 rész, vagyis ugye 1/15 x. Akkor mennyi az, aki megjelent? 15-ödökbe adta meg ezt, akkor ugye az összes az 15/15 lenne, vagyis ugye 1 egész. És ebből vonunk ki 1/15-öt. Ugye az akkor marad nekünk 14/15 x. Na mit mond tovább a feladat? Ha megjelentek, vagyis a 14/15 x-nek, az 1/5 része teljesítette a fizikai felmérést. Tehát akkor fizikai. Tudjuk, hogy volt nekünk ez a 14/15 x emberke, és ennek az 1/5 része, akkor ugye megszorozzuk 1/5-del, akik teljesítették ezt. Átlósan ugye lehet egyszerűsítenünk az 5-öt és a 15-öt 5-tel, itt lesz ugye 5-ben az 5 1, 15-ben az 5 3, 14-et és a 7-et ugye 7-tel, 7-ben a 7 megvan, 1-szer, 14-ben a 7 2-szer, 2-szer 1 az 2, 3-szer 1, 3, tehát 2/3, tehát a 2/3 része a jelentkezőknek, aki már itt ugye ezt teljesíteni tudta. Utána azt mondja a feladat nekünk, hogy ugye a 40%-uk volt az, aki a labdás játékokat tudta teljesíteni. Ugye a 40%-ot többféleképpen fel lehet írni, lehet 0,4-jel vagy 40%-dal is. Én itt a tört miatt inkább törtben írom fel, hogy 40%. És azt mondja, hogy a 2/3 x-nek a 40%-a, vagyis 2/3 x-et megszorozzuk ugye a 40%-dal. Itt is tudunk akkor egyszerűsíteni, ugye 2-ben a 2 1, 100-ben a 2 az 50,
Egyszer 40 az 40, 3x 50 az 150, tehát 40-150-ed x, ezzel is lehet tovább számolni, de nyugodtan lehet tovább egyszerűsíteni, ugye 40-et meg a 150-et 10-zel lehet egyszerűsíteni, akkor ugye az 4-15-ed x lesz. Viszont ez már egy jó jel, mert tudjuk, hogy ugye a 40%, aki teljesítette, ő volt az a 28, aki ugye játékosuk is maradt, mert ugye őket választották. Tehát akkor ezt a 4-15-ed x-et egyenlővé tudjuk tenni a 28-al. Beszorzunk 15-tel, akkor 4x egyenlő, 28-szor 15, 1-szer 8, 8, 1-szer 2, 2, 5-szer 8 az 40, maradik a 4, 5-szer 2, 14, 14, összeadunk, 0, 84 az 12, maradék az 1, 2, meg 1, 3, meg 1 az 4, tehát 420, hoztunk 4-el, x egyenlő, 420-ban a 4, 40 a 4 megvan egyszer, maradék a 0, 2-ben a 4 megvan 0-szor, maradék a 2, 20-ban a 4 megvan 5-ször, maradék a 0, tehát 105. És ugye mi volt nekünk az x-ünk a feladat elején? Azt, hogy a jelentkezők ennyien vannak, tehát akkor megkaptuk, hogy 105 jelentkező volt.